Jó, felhúzod a lábaidat! A konditermes edzés sem maradhat ki a Gyirmót FC Győr felnőtt labdarúgó csapatának felkészüléséből. A Merkantilbank Ligában szereplő együttes hétfőn megkezdte a munkát. 4 hetes felkészülés vár a játékosokra. A sárga-kékek az 5. helyen állnak jelenleg a tabellán. Mint minden normális alapesetben egy alapálló képességgel kezd a csapat, tehát azért mondom, de ezeket le kellett szűkíteni, mert egy 6-7-es helyett egy 4-7-es periódus van, és ezért már szeretünk volna egyből edzőmeccsel kezdeni, tehát komplex edzéseket kell csinálnunk, hogy rajtra teljes fitben legyünk és jó erőállapotban. Lencse Lászlóval a fedélzeten készül a csapat. Még tavaly decemberben jelentette be a klub, hogy 2,5 éves szerződést kötött a többszörös utánpótlás válogatott támadóval. Az etós nevelésű játékos az élvonalban szerepelt már a MOL Fehérvár, a Kecskemét, a Puskás Akadémia és az Újpest csapataiban is, ahol összesen 203 mérkőzésen 68 gólt szerzett. Többször is hangsúlyoztam, hogy mindenképp haza szerettem, hogy ugye mindenki tudja, hogy győri születésű, itt van a családom, itt van mindenki. Haza szerettem volna jönni, ugye Zsolt Bá, Tamás Zsolt ugye, személyen nagyon fontos, hogy a gyerekkorom óta ismer, úgyhogy Gyirmót mellett döntöttem, és azt gondolom, hogy így utólag így visszagondolva jó döntést is hoztam. Az utolsó, az első nap az nagyon jó sikerült, úgyhogy hát meg a célunk az az, hogy feljussunk az első osztályba. Maximum egy játékos tudunk esetleg igazolni. Lencse Laci úgy gondolom, hogy erősítés lesz a csapattal, ráadásul apropója ennek, hogy a Varga Manit meg kellett műteni, tehát 3 hónapra ő kiesett, tehát létszámban nem lettünk többen, tehát pótoltuk ezt a hiányt. Az együttes programjában 3 edzőmérkőzés szerepel. Elsősorban az edzéseken zajló munkával készül a csapat a tavaszi szezonra. Az első meccset szombaton játssza a Gyirmót az Újpest ellen. Szerintem elég lehet az edzés is, mondom, nem volt olyan hosszú a pihenő, hogy esetleg kiessünk a játékból. Meg ez egy speciális igazából, ilyen még nem is volt, hogy nem egész egy hónap a felkészülésünk. Úgyhogy szerintem valószínűleg tartom, hogy ez a kényszer is, hogy ilyen kevés edzőmeccset tudunk játszani, de nem lehet probléma. Úgy gondolom, szerintem a többiek is, tehát a többi csapat is kevés edzőmeccset fog tudni játszani, úgyhogy nem hiszem, hogy hátrányban leszünk velük szemben. A Szombathely elleni első bajnoki mérkőzést január 31-én játsza majd a csapat.